Snapperek. Az őszinte autószakértők. Szevasztok! YouTube-sok követők, iratkozzatok föl a feliratkozási linken. Ez itt a Snapperek, a vevők is valahol emberek. Ma azt mutatjuk meg, hogy mi az autóértékesítés aktuális szókincse, hogy mi mit jelent, mit hogyan kell értelmezni. Erre választottunk egy ilyen valós élethelyzetet, egy úgynevezett használt autóértékesítési szituációt. Sándornak meg nekem több tapasztalatunk van, mint a hölgynek az összes életkora, még ha más területen is. Ma neki fogunk segíteni. Csodaszép délután kívánunk! Valójában nem magának kívánta, hanem saját magának. Meg ne tessék szólalni. Mit kell tudni a járműről? Patika állapot? A patikába azért tessék majd elmenni, ha meg tetszik fogni a volánt kesztyű nélkül. De mondhattam volna azt is, hogy a korának megfelelő állapotban van. Mármint, hogy az ön korának. Fullos! Bizony az. De mármint, hogy most már nem magáról beszélünk, hanem megint az autóról. Tessék megnézni! Panoráma üveg. Körbe kilátni. Négy kerék, talajkontakt. Bezogy. Nem csak az első kettő, nem csak a hátsó kettő, hanem mind a négy érintkezik a földdel menet közben. És? Hátrafelé néző tükrök. Nem kell forgolódni, hogy hol a tükör. 24. század. Ja, és sofőr oldali kormány. Tudom, hogy ez így elsőre hihetetlen, de lehetne rossz oldalon is, ugye. Hogyha a gyerekülésnél van, akkor az kész szívás. Hiába ülött a gyerek, hát nem tud vezetni. Klímát tetszik bírni, mert ez külső klímás. Betetszik, külnik kint, meg jó a klíma most, hogy amúgy is velekszik a bolygó. Tessék, adj menni egy picit, hogy ide férjek, így. Na, tessék, visszajönni, mutatom. Ez a kar működteti a fűszivattyút, mind a négy ajtón van ilyen kar, letetszik keresztelni, és a húzat kiszivattyúzza a hőt, ugye? Egyébként meg tele van kényelmi funkciókkal, tetszik szeretni ülni a nénének, mert ugye ebben lehet, ez egy négy keréken guruló csillag börtön, az ülés ne tovább, ja! A szervízkönyv a kesztyűtartóban mindig rendesen vezették. Az autót vezették, oda ment a szervízkönyv is az autóval együtt. A kilométer órában annyi van, amennyit mutat. Kevés kilométer? Többi mérföld? Valójában egy német plébánosé volt, aki egy özvegynő. Ja, igen. A garázs ajtótól egészen a kertkapuig közlekedett vele. Igen, tessék megnézni. Nem dohányzó gépjármű. Tessék nézni. Dohányzik a gépjármű? Nem dohányzik. Egyébként ez érdekes, mert még soha nem láttam olyan autót, amelyik dohányzott volna. Mert nem dohányzók azért. Tetszik dohányozni? Jaj, ne is tessék dohányozni, nézze meg Janikát, ő se dohányzik, aztán már nincs neki sok hátra. Igen, azt mondtuk, hogy törésmentes a gépjármű. Mióta kilakatolták, egy horpadás nem sok, annyi. Na, tessék körbe menni, úgy, minden orra. Anyád temetésén dudált el, tőgyarcú! Engem tessék nézni az autót, nem kell úgy meglepődni. Ugyanez az autó van fenn a neten is. Megírtuk. Fotógarancia, tessék, itt van a kép, valóságban, az életben, ugye, ami fönt van az interneten. Na, tessék mondani egy összeget, de ne tessék megalázni. Az ár alkuképes, de mi nem. Irányár, bemondjuk, és irány a kassa. Na, motoráztatót felpattintsuk, bele tetszik nézni? Vagy inkább a csomagtartót? Na, tessék jönni akkor, meg lehet nézni, tessék. Na, ugye, újszerű állapot, ez nem folyik, nem taknyol, sehol egy olajfolt. Összem azért, de tényleg egyáltalán nem eszi az olajat. Issza. Na, veszi, vagy nem veszi? Na, mit tetszik mondani? Figyeljen ide. Az is lehet, hogy papíron megtetszik venni, aztán újra eladja nekük, és akkor tudjuk azt mondani, hogy öreg hölgy tulajdonos. Tetszik érteni, hogy mondom, öreg hölgy tulajdonos. Ez az én kocsim! Maguk ostobák! Most hoztam eladni! Jól vagy? Fellelt állapotban. Iratkozzatok fel! Hashtag fú! Nagyon tökönvágott a ribadék, te! Autóját bízza inkább profikra!
a szervizek megbízható alkatrészbeszállítója az Unix Autó Kft.